Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége, Vágújhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó és Vámhivatalt vezető államtitkár. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is. Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Február közepén nagyjából 1,9 millió gyermeket nevelő szülő kapja vissza az idén befizetett személyi jövedelemadóját. Hogyan néz majd ki ez a visszatérítés a gyakorlatban, mármint mi alapján kapják meg automatikusan a szülők, honnan lesz meg az adat? A személy jövedelemadó az egy olyan ö, köztehernem, amit a legtöbb ember esetén a ö, munkáltató levon a ö, bruttó ö, munkabérből. Ezt ö, bevallja a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak, tehát a úgynevezett 0,8-as nyomtatványon minden hónapban megkapjuk ezeket az adatokat a munkáltatóktól. Az általuk bejelentett adatokból tudjuk azt, hogy mennyit vontak le a munkavállalótól. Ezt a levont összeget ugye nyilvántartásainkba vezetjük, és tulajdonképpen az átlag jövedelem erejéig ezt az összeget írjuk jóvá azoknak, illetve utaljuk ki azoknak, akik akik erre jogosultak. Most ugye a gyermeket nevelő szülőkről van szó, itt a jogszabály már megjelent, tehát érdemes megnézni, nem akarnék egy ilyen rádióműsorban a részletekre kiterjedően. De valószínűleg sokkal egyszerűbben el tudja mondani a hallgatóknak, mint hogyha a jogszabályt böngésznék, hogy hogy működik majd a rendszer. Hát ugye alapértelmezésben a szülők, az élettársi kapcsolatban élők, és aki egy háztartásban él a gyermekkel, mint a gyermeket nevelő társ, ők lesznek jogosultak az adóvisszatérítésre. Ott, ahol erről tudunk, ott ezt magunktól megtesszük. Tehát az a szülő, aki a családi pótlékot igénybe veszi alapértelmezésbe, annak ugye tudjuk azt, hogy ő ezt igénybe veszi. A kincstárban megvannak az adatai, a magyar állam kincstárban, hiszen a magyar államkényszer az folyosítja részére a, a családi potlékot, ezért van adatunk is. Azoknál a szülőknél, akikről nem tudunk, vagy olyan nevelőkről, tehát akik jogosultak lesznek a visszaigénylésre, de nem tudunk róla, őnekik egy adóvisszanevő nyomtatványon, október 31 és december 31-között jelenthetik be az adataikat. A NAV-ot fölhatalmazta a jogszabály arra, hogy a ö, adatokat ellenőrizzük, tehát megkaptuk azokat az adatkezelési felhatalmazásokat, hogyha valaki bejelentkezik, akkor meg tudjuk azt nézni, hogy valóban anyakönyvez van-e egyáltalán ilyen gyerek, akire ö, ő hivatkozik, illetve ö, azokat a körülményeket, ami a, az elsődleges ellenőrzéshez szükséges, és hogyha minden rendben van, akkor, akkor az ő esetükbe is megadják a bankszámlaszámukat, akkor az ő esetükbe is február 15-ig ezt vissza fogjuk fizetni. Végülis ez a már megfizetett köztehernek a, a visszafizetése. Na most azokban az esetekben, amikor valaki erről megfeledkezik, vagy, vagy nem Vagy tudja, azt hiszi, hogy önök tudják. Vagy azt hiszi, hogy tudjuk. Azt tudni kell, hogy a, a adó bevallási időszak, az ugyanúgy május 20-án ér véget, mint az összes többi évben már jó ideje. És ez annyit jelent, hogy, hogy amikor kiajáljuk az SZIA-t, ugye elektronikus SZIA bevallási rendszer van a magánszemélyek részére is, aki nem kifejezetten a papír választja, tehát az óriási többségnek, ők ott az SCA, a kiajánlott SZIA adataiknak a módosításával egészen május 20-ig módosíthatják az adatokat úgy, hogy jóváírásra kerüljön a számlájukon ez az összeg, és ezután a, a jogszabályoknak megfelelő időn belül ki is fogjuk utalni a részükre. Tehát aki kimarad ebből a, az idei adatszolgáltatásból, az valójában semmilyen jogot nem veszítette el. Viszont aki december 31-ig nem jelentkezik, ő már csak május után kaphatja ezek szerint, meg ha jól értem? Március után, tehát ugye mi kiajánljuk a, a személyvedelemadót, Tulajdonképpen amikor ő a bevallást megteszi. Tehát ő, ő saját maga is nem kell, hogy megvárja a mi bevallási tervezetünket. Korábban is beadhatja ezt a bevallást. Igen, praktikus megvárni, hiszen mi minden adatot a munkáltatóktól a. a külön adózó jövedelmekről, ami egyébként nem érintette be a visszatérítésbe, tehát mondjuk ingatlan bérbeadásból származó adótartalom, stb. Ezek, ezek után nem jár vissza az SZIA. Ugye alapvetően az összevontan adózó jövedelmekből azokat veszük számba, amikor a visszafizetésről beszélünk, de amikor akár saját maga, akár a mi tervezetünket kiavítva beszámol arról, hogy ő neki gyermek eltartási kötelezettsége van, akkor ezt mi a bevallásba figyelembe vesszük, és ki fogjuk neki utalni a neki erőszeget. Számításaik szerint hány ember lehet az, akinek majd így utólag, vagy akár december 31-ig jeleznie kell, mert nem feltétlenül tudják, hogy ő is jogosult erre a visszatérítésre. van -e erre becslésük? Hát ugye a maximum az a jogosultak és a családi pótlékot igénybevevők különbözete. Tehát ugye aki a családi pótlékot igénybeveszi, ott elvileg minden adatot tudunk. Azt hozzáteszem, hogy ő is módosíthatja például a bankszámlaszám adatot. Tehát mi a magyar államkincstártól ezt meg fogjuk kapni, ahova most utalják neki ezt az összeget, de ő nem köteles oda kérni, tehát ezen ő módosíthat, hogyha akar, de alapértelmezésben ez kb. 1 millió 100 ezer ember, ha jól emlékszem. Elméletileg érintve lehet 1 millió 900 ezer. Most nyilván vannak olyanok, akik már más jogon visszakapják az esziájukat, tehát a, a négy vagy több gyermekesek, stb. Őnekik már még egyszer nem fizetjük természetesen vissza, mert ők már nem fizettek ilyen értelemben esziát, mert lesen vonják tőlük a, az összeget. De akinek befizetett adója van, ott ezt magunktól megtesszük. Akiről nem tudunk, ott nyilatkozni kell. Tehát aki ténylegesen visszakap majd összeget, az valahol az 1 millió 100 és az 1 millió 900 között van. Feltételezésünk szerint jóval közelebb az 1 millió 900 Tehát Mondjuk én azt az becsülöm, hogy mindenképp e, e, ismerve a magyar társadalomnak a szociológiai, e, anyagi e, körülményeit e, meg fogja haladni a másfél milliót, az én becsülésem szerint a, azok, akik ténylegesen e, összegeket fognak visszakapni. Akkor egy ilyen ajdott egyeztető lap felkerül majd a NAV honlapjára, de mondjuk ha valaki nem biztos abban, hogy tudja-e a NAV, hogy van gyermeke és jár az SZIA visszatérítés, vagy nem biztos benne, hogy jó adatokat adott meg annak idején, van, illetve lesz ellenőrzésre mód? Akár egy egyszerű ügyfélkapus lekérdezése, akár egy ilyen nyomtatvány kitöltésén keresztül megkérdezni a hogy az én esetemben tisztában van e minden adattal? Igen, én szeretem erre szükség van. Tehát különösen annál, aki, ö, aki nem bankszámlára kéri a, az összeget, ott ö, a mostani kézbesítési szabályok szerint esetleg olyanhoz is eljuthatna az összeg, akihez ő nem akarja. Ugye vele egy háztartánésből van élő nagykorú, stb. Tehát ott mindenképp lehetőséget kell adni arra, hogy megtekintse azt, hogy milyen adat van róla nyilvántartva, illetve ezt módosítani tudja. És várhatóan mikorra jelenik meg, vagy mikor érhető el ez az ellenőrzési felület, hogyha felületen lesz elérhető? hogy tervezik? Hát minél közelebb a október 31-i dátumhoz, tehát a jogszabály szerint október 31-től kell az adatpontosítás lehetőségét fenntartanunk. Azt nem írja elő a jogszabály, hogy a visszamutatást azt mikortól kell adni, de én azt gondolom, hogy a kincstárral minél gyorsabban végre kell hajtanunk ezt az adatcserét. Ez a látszat ellenére nem egy egyszerű művelet, tehát az adatvédelmi szabályok szerint ez, ez sajnos bonyolultabb, mint ahogy a józan észszel ezt gondolnánk, ugyanis a kincstár az társadalombiztosítási azonosító jelen tartja nyilván az ügyfeleit, mi pedig adó azonosító jelen tesszük ugyanezt meg. Bár a társadalmi biztosítási azonosító jelet azt a munkáltató a bevallási papírokon nekünk feltünteti, de mi annak nem vagyunk képesek az ellenőrzésére. Tehát, hogyha ezt rosszul adták meg például, akkor e, az, az, úgy marad. Tehát ebből adódóan, illetve hát nyilván a kényszer tudja kijavítani, amikor azonosítottam, mondjuk természetes azonosítók alapján az ügyfelet, ezért ez egy körültekintő munkát igényel kell a 2015 óta működő informatikai rendszeren, hogy ezt a folyamatot, ezt a feladatot el tudja végezni? Akkor ugye még mint NAV alelnök felügyelte ezt a területet. Igen, módosítanunk kell. Magának a, bevallásfeldolgozó bevallás feldolgozó rendszerünkbe is ez egy teljesen új típusú adat. Ugye a NAV-nak úgy épül fel a rendszere, hogy az általános nyomtatványkitöltő programon, vagy az online nyomtatvány felületen, ezen hogy a felületen, ezen elkészül maga a, a, hatóságnak beküldésre kerülő adat. Itt ellenőrzési és hitelesítési funkciók is végrehajtásra kerülnek, utána bekerül ez a belső rendszerünkbe, a bevallásfeldolgozóba, és ez egy olyan logikájú feladat, ami, ami nem a klasszikus bevallásokhoz kapcsolódik. Tehát itt bizonyos módosításokat végre kell majd hajtanunk. Hogyan jelenik majd meg a visszatérítés a 2020-as adóbevallásban, illetve annak tervezetében? Lesz mondjuk egy külön sor? Nem, nem készítettük még el a, a, a bevallási tervezetet, de egészen bizonyos, hogy lesz egy olyan része, a e, idézőjelben mondó nyomtatványnak, hiszen ez már elektronikus, azt mondjuk így az elektronikus űrlapnak lesz egy olyan része, ahol ilyen típusú adatokat fogunk gyűjteni. Tehát ahol meg lehet adni azt, ezt e, képzeljük el úgy, mint egy nyomtatványon egy blokkot, vagy egy melléklapot, e, e, simán be kell azt jelölni, hogy ilyen típusú e, adatot kíván az adózó megadni, akkor megnyílnak neki azok a mezők, ahol ezeket az adatokat fel lehet tölteni. Ez nem lesz egy egyszerű feladat, hiszen nagyon-nagyon a modern 21. társadalomban azért a családi viszonyok nagyon bonyolultak. Utaljak csak arra, hogy egyre gyakoribb az, hogy mondjuk egy vállást követően mindkét szülőt, mind nevelőt, mind nevelőt hagyja meg a bíróság, tehát a, a válóperi ítéletbe és mindkét szülőnek utána lehet élettársa, vagy akár házastársa, és emiatt egészen komplex helyzetek adódhatnak. Ezt valahogy érthetően meg kell jelenítenünk a nyomtatványokon. Maga a helyzet az bonyolult, nagyon sajnos azt kell, hogy mondjam önkritikusan, hogy az egyszerű helyzeteket is időnként bonyolult módon jelenítjük meg a nyomtatványainkon. Ha itt ügyetlenek vagyunk, akkor mindenki számára áttekinthetetlen helyzetet állítunk elő. Én azt tudom mondani, hogy föl fogjuk venni a, olyan tanácsadókkal is a, a kapcsolatot. Én szándékosan nem tudom, hogy milyen szót használjak erre, de talán egyetemekkel, vagy, vagy más... Hát, olyan ö, ö, szakemberekkel, akik a, a társadalomnak a lelkületét, az embereknek a gondolkodás magyarit jobban ismerik, mint a NAV, hogy ez valami értelmes felületet jelentsen. Akik maguk után fizetik az szi például az egyéni vállalkozók, őstermelők, ők is automatikusan megkapják majd az utalást? Nem. Nekik ezt mindenképpen be kell jelenteni ők. Ugye Az a fő szabály, hogy ahol a NAV nem tudja, hogy kinek mit kell adni, ott nem fog automatikusan ez megtörténni. Azt, hogy kinek kell adni valamit, azt alapvetően tudjuk abból, hogy a gyermek után családi pótlékot vett igénybe. Vagy nyilatkozott arról, hogy jogosult lenne, de nem ő kívánja a családi pótlékot igénybe venni. Minden más esetben, vagy azt nem tudjuk, hogy adott esetben azt se tudjuk, hogy a gyerek után igénybe lehet venni ilyet, tehát mi, mi az anyakönyvi adatokat nem fogjuk letölteni az ország, nem tudom én hány száz vagy hány ezer anyakönyvi hivatalából. Tehát, tehát az, az egyértelmű, hogy, hogy ugye meg kell tudnunk határozni azt, hogy valaki be kell, hogy nekünk jelentse, vagy, hogy van olyan gyerek, aki utána ez igénybe vehető. Azonosítani kell azt, hogy kik jogosultak ezt igénybe venni. Azonosítani kell azt, hogy milyen közteher került megfizetésre. Bocsánat, bejelentésre utánunk. A magánszemély soha nem felel azért, ha alkalmazott, hogy megfizették-e a, a közt. Ha tőle levonták, akkor nem az ő felelőssége, hogy megfizessék, ugye ez a munkáltató felelőssége. Mi neki oda fogjuk adni, és természetesen be fogjuk hajtani a munkáltatón, de azt eddig is megtettük. És, és az utolsó pont az, hogy tudunk kell, hogy hová fizessünk. ECHO és KATA esetében hogy és mi jár vissza? Eh, hát nem szeretnék rögtönözni, tehát mm. eh, ott mások a, a limitek, mint a, a eh, eh, eszi esetében. Ugye az eszi esetében viszonylag egyszerű az átlag bérig bélig 100 tehát ugye teljes levont összeg. Eh, a többi esete, a többinél ott eh, a, eh, a kormány az igyekezett olyan szabályt alkotni, hogy ezek ugyan nem formálisan, nem bérként felvett fizetések, viszont egy-egy család életében hasonló funkciót tölt be. Tehát egy őstermelőnél, egy egyéni vállalkozónál, ott ezek a, a nem bérnek nevezett jövedelmek, ezek funkcionálisan ugyanolyan. Jövedelem, jövedelemnek számítanak, mint a bérek. Gyakorlatilag ebből él maga a család. Tehát ez, ez, nem egy vállalkozás finanszírozását szolgáló pénz. És nem egy olyan osztalék típusú kifizetés, mint ha valaki egy részvénytársaságban részvényes. És a társadalmi igazságosságot figyelembe véve lettek meghatározva azok a százalékok, amiket visszafizetünk. E, tulajdonképpen Ö, ö, azt is figyelembe kellett venni, hogy ö, ezek a egyszerűsített adónemek, ezek nem csak SZI jellegű ö, ö, közterhet jelentenek, hanem minden közteher ezek lett ö, bele gyúrva, pont azért, hogy egyszerűen lehessen adózni. Ezért józan észszel is be lehet látni, hogy itt ö, 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 különös bátorság lett volna a 100%-ot alkalmazni, hiszen az azt jelenti, hogy az adott tevékenység az egyáltalán nem vesz részt a közterviselésbe. Tehát emiatt ö, van ö, kisebb szabály, ugye 25%-os vagy más, más szabály. Október elején a NAV honlapján megjelent egy tájékoztató erről a visszatérítésről. Bővülhet ennek a tartalma, vagy minden részlet ismert már, és minden részlet felkerült ebbe a tájékoztatóba? Két tájékoztató készült, az egyik a földi halandóknak, a másik pedig a számvitelben járatosabb szakembereknek, adózásban a számvitelben járatosabb szakembereknek. Én azt gondolom, hogy e, e, sikerült a, az első verziót, tehát az a, e, érintetteknek szóló verziót érthetően e, leírni. E, fontos azt tudni, tehát amit ebből a tájékoztatóból kiemelnék, az az, hogy e, az átlagbére számított e, maximum e, SZI az ugye, ami visszajárhat, az 8 86 000 forint e, lehet, viszont én arra biztatnék mindenkit, hogy ne ezt az összeget jegyezze meg, mert egyénenként sokokból eltérhet ez. Részben azért térhet el, mert már más kedvezmény miatt ezt igénybe vette, vagy azért, mert a, nem éri el a befizetendő adója ezt az összeget. Az viszont fontos tudni, hogy a szociális ellátásokkal ellentétben, ahol egy-egy háztartásnak sokszor összevontan kell figyelembe venni az összegeit, itt ez külön-külön vehető igénybe. Tehát a, az egyháztartáson belül élő két szülő, vagy gondviselő, az külön-külön tudja igénybe venni ezt a, hát nem is kedvezményt hanem ezt a visszatérítést. Igen, csak nehéz feladata van, ahogy hallom, a rendszerek összehangolásában, a megszervezésében, és mint mondtam, a kérdések lehető legegyszerűbb bétételében. Június végén nevezték ki a NAV élére. Varga Mihály pénzügyminiszter akkor az informatikai fejlesztések szükségességével indokolta a váltást. Navelnökként mennyi ideje, módja és lehetősége lesz ezt a területet, amit, mint említettem korábban, alelnökként irányított szem előtt tartani, hiszen most mindennel foglalkoznia kell, nem csupán ezzel. Ez így van. Én gyakorlatilag világéletemben informatikus voltam, és talán ez az első olyan hely, ahol meg kell osztani a figyelmemet az informatikai feladatok és az adminisztráció egyéb területei között. De a döntésben, hogy ide kerültem, én úgy látom, hogy az informatikai készségeim voltak a meghatározóak, elég nyilvánvalóan. Nekem van egy elképzelésem arra vonatkozóan, hogy adatalapon hogyan kellene egy ilyen hivatalt működtetni, ami részben szolgáltató, részben pedig rendvédelmi feladatokat ellátó szervezet. A, röviden összefoglalva, az én célom az, hogy szakadjunk el attól a gondolkodásmódtól, amit a régi adóhatósági szemlélet jelentett, amikor a cégek gyűjtötték a saját adat, a gazdálkodók gyűjtötték a saját adataikat elemi szinten, számlákat, különböző fuvarleveleket, teljesítésigazás, stb. Ezeknek a felhasználásával agregátumokat képeztek, tehát számításokat végeztek rajta, és ezeknek a számításoknak az eredményét írták be a bevallásokba, és ezt küldték el az adóhivatalnak. Ha az adóhivatal után akart annak nézni, hogy megfelelő a gazdálkodása egy adott szervezetnek, a törvényeknek megfelelően vesz részt a közterviselésbe, akkor oda küldött egy szakembert, és meglehetősen költséges és időgényes módon, ez egyébként nem csak a hivatalnak volt költséges igényes, hanem az ellenőrzöttnek is, hiszen lefoglalta az erőforrásait. Ott meg kellett nézni azt, hogy az analitikákból következik-e az a bevallás, amit ő benyújtott. Na most azért nem lehetett ennél részletesebb adatokat kérni, mert az aránytalanul nagy adminisztrációs töbletterhet jelentett volna a gazdálkodónak. Ma már ez nem így van. Ma a digitális térbe költözött a világ. Az elemi adatok azok tranzakciós szinten digitálisan keletkeznek. Tehát eh, eh, ahhoz, hogy valami papírra kerüljön, az egy billentyűzetről be kell írni gyakorlatilag, eh, mert mert magától keletkezik digitális adatként. És ezeket a digitális adatokat különösebb adminisztrációs többletter nélkül képesek a gazdálkodók eljuttatni az adóhatóságnak. Most itt eh, tudnék olyan eh, rendszereket mondani, mint az online pénztárgép rendszer, a, ételitalautomaták adatszolgáltatása, taxaméterek adatszolgáltatása, az online számla rendszer, különböző vámmal kapcsolatos és jövedéki azódással kapcsolatos rendszerek, ezek mind elemi tranzakciós szinten gyűjtik az adatokat, amiket semmi nem akadályozza, hogy valós időbe kerüljenek be az adóhatósághoz. Innentől kezdve át kell gondolnunk azt, hogy gyötörjük-e tovább a társadalmat ezekkel a bevallásokkal. Van-e értelme a 4 lapokkal gondolkodva adatot gyűjteni a XXI. században? Nekem meggyőződésem, hogy nincs. És egy algoritmus ellenőrzi, vagy ugyanúgy egy munkatársa nézi át néha egyik-másik területen az adatokat, a számlákat és a beérkezett információkat? Ha ö, elemi szinten érkeznek be hozzánk az adatok, tehát ö, elemi tranzakciós szinten, akkor mi magunk is meg tudjuk nézni azt, hogy a bevallásokba helyesek az adatok. De tovább megyek, hát akkor gyakorlatilag a bevallásokat összetudjuk olyan mértékig állítani, hogy az üzleti és számviteli döntéseket természetesen mi nem hozhatjuk meg az adózó helyet. Az ESIA rendszer az azért jó példa, mert az esia nem kell számviteli és üzleti döntéseket hozni. Az, hogy egy magánszemélynek hogyan kell megfizetni a személyi jövedelem adóját, az determinisztikus. Tehát az a jogszabályokból egyértelműen következik. Van egy másik példám, az ÁFA. Az ÁFA rendszerbe a NAV azért nem tud ÁFA bevallást készíteni az adózó együttműködése nélkül, mert olyan számviteli és üzleti döntéseket kell meghozni, amit a NAV nem tud egyedül megtenni. Itt mondok egy egyszerű példát. A, az adózó az eldöntheti azt, hogy, hogy melyik időszakba vallja be például a, a levonásba teendő áfáját, vagy milyen mértékig kívánja a levonásba tenni. Tehát például utalok itt a közismert feltételezett magánhasználati számlákra, mint például a telefon, autóval kapcsolatos költségek, már személyautóval kapcsolatos költségek, stb. Ezeket mi nem tudhatjuk, hát nem mi vezetjük azt a céget. A cégnek a számviteli gazdasági vezetői kell, hogy megmondják azt, hogy ez hogy folyjon. Ezért például áfát olyan módon, ahogy az szia soha az életben nem fogom tudni ö, 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 készíteni a, a, az adózónak az ő közreműködése nélkül. Néhány perccel ezelőtt az SZIA visszatérítésről beszélgettünk, illetve arról, hogy a NAV mikor milyen adatokat gyűjt, hogyan készíti el az SZIA bevallási tervezetet, vagy miért nem tud áfa bevallási tervezetet vagy áfa bevallást ugyanúgy készíteni. De azt is említette, hogy mennyi és milyen szintű adatot kérbe és kap az ANAV. Mit tudnak ezzel a rengeteg adattal, információval kezdeni? Hát ugye egy demokráciában adatot célhoz kötötten gyűjt mindenki, mi is ezt tesszük. Amikor bejönnek ezek a tranzakció szintű adatok, ezt úgy kell elképzelni, hogy számlattételből, nyugtából, egyszerűsített számlából, stb., ez egy milliárdos nagyságrend évente, tehát több milliárdos nagyságrendben van. De hát itt vannak közúti áruellenőrző rendszereknél akár még képi adatok is, vagy rendszámadatok. Tehát ezeket az adatokat egy adattárházba betesszük. És a tudásunk alapján igyekszünk azt megállapítani, hogy egy normál, a jogalkotó által elképzelt gazdálkodási módba hogyan illeszkednek ezekbe. Amikor olyan jelenségeket látunk, hogy valakinek a gazdálkodásától eltér, akkor azt kockázatként kezeljük. Az én elképzelésem az, hogy ezeket az adatokat vissza kell mutatni az adózónak. Tehát meg kell mutatni neki azt, hogy mi ezt látjuk. Amennyiben ő, tehát tulajdonképpen azt mondjuk neki, hogy mi ezt tudjuk róla, vagy szóljon nekünk, hogy nem ez a valóság, tehát akár valamit mi rontottunk el, vagy ő további információt tud nekünk adni, vagy pedig, ha ezzel egyetért, akkor próbáljon meg olyan bevallást beadni, ami ezekből az adatokból következik. Ha erre nem képes, vagy szándékosan ezt nem akarja, akkor az első lépés az a támogató eljárás, tehát amikor kimegyünk, és, vagy adott esetben online felületeken keresztül együttműködünk bele, hogy érjük el valahogy a, a rendetetésszerű állapotot, tehát ami a jogszabályokból és a gazdálkodás normál módjából következik. Igen, sokszor képzelhető el, hogy valaki egyszerűen kreatív volt. Tehát olyan a jogszabályok keretei között működő vállalkozást üzemeltet, ami másképp működik, mint ahogy azt a jogalkotó elképzelte. Ha ez a tételes jogot nem sérti, akkor ezt folytathatja természetesen. Most amennyiben se ő, semmi nem tudjuk egymást meggyőzni, akkor, és kitart az álláspontja mellett, akkor jön a normál ellenőrzés. Tehát a támogató eljárásban nem történik megállapítás, nem történik szankció. Az ellenőrzésben már előfordulhat ilyen. A tapasztalatok szerint, meg különböző tudományos publikációk szerint, így az európai társadalmakban nagyjából 85% közlekodók 85% az képes az a adóhivatallal együttműködve, vagy akár anélkül is megfelelni a jogszabályoknak. A felmaradó 15%-ból 12% az segítségre szorulhat. A felmaradó 3%-ből 2% az általában szándékosan sérte meg a jogot, de nem azért, mert adócsaló módon akarja a vállalkozását működtetni, hanem azért, mert bajba került. Ilyenkor nagyon sokszor nem azt teszi, amit a jogszabályi keretek lehetővé tesznek, hogy halasztást kér, tehát átütemezést kér, esetleg adóelengedést, ugye most a Covid alatt bizonyos keretek között ilyenre is van lehetőség. Viszont azt már ugye, ha feltárjuk, akkor ott szankcióval is kell számolni, és egy százalék körül van az, aki masszívan arra építi a vállalkozását, hogy időnként, vagy esetleg e, folyamatosan e, a közösből vegyen ki, és ne oda tegyen be. E, az, e, ezek az esetek azok, amikor e, aztán a szankciók elkerülhetetlenek, mind az adóhatósági, illetve később a, a e, büntetőjogi szankciók, ugye a nav van egy bűnügyi szakterülete is. És könnyebb most ezeket, ezt az egy százalékot kiszűrni úgy, hogy ennyi adat érkezik, mint korábban? Én szerintem ez... Akármilyen furcsa, de ez a gondolkodásmód, amit most elmondtam, ez még az ilyen kifejezetten család célból alapított cégek esetében is egy közös munka lesz a, a bűnelkövetőkkel, vagy akik terveznek ilyen tevékenységet. Ugyanis, amikor bemutatjuk nekik azt, hogy milyen készségekkel rendelkezünk, akkor valójában két út lehet előttük, vagy finomítják az elkövetési módszereiket vagy letesznek erről a tevékenységről, hogy legalábbis nem Magyarországon fogják ezt folytatni. más országokban erre feltetőleg azért szélesebb lehetőségek nyílnak, mert ilyen elemi szintű tranzakciógyűjtést, mint ami nálunk van, itt a környéken nem nagyon látunk. Az elmúlt években sokszor hangsúlyozták, hogy a NAV egyre inkább ügyfélbarát módon működik. Ennek fontosságát ön is kiemelte röviddel a beiktatása után. Ezt jelentenék konkrétan az ügyfélbarát módszer működés, amit említett, hogy visszacsatolást, folyamatos visszacsatolást nyújtanak, biztosítanak az ügyfeleknek, az állampolgároknak, vagy akár a cégvezetőknek? Két dolgot jelent konkrétan. Az egyik ez, hogy visszacsatolást nyújtunk, vagy lehetővé tesszük a, a visszacsatolást, tehát az adataik való betekintést. Ez szerintem egyébként egy meglehetősen természetes dolog. Az nem természetes, hogy kockázatkezelési információt is megosztunk az ügyfelekkel. Ez nem általános, és azt nem is tudom megmondani, hogy ennek, vagy milyen tapasztalatai lesznek. Tudnék, ezt általában nem művelik az adóhatóságok a világba. De én úgy gondolom, hogy, hogy, sőt, meg vagyok arról győződve, hogy az emberek jelentős többsége az racionálisan gondolkodik és ennek egyértelműen pozitív hatása lesz. Tehát az egyik a adatok megosztása, a másik pedig a e, észszerű online felületeknek a biztosítása. Ma e, Magyarországon e, ugye a kormányzati fejlesztések következtében úgy lehet elektronikus szolgáltatásokat igénybe venni, hogy már jelszó kell hozzá. Tehát arcképes azonosítással és egy személyigazolványjal vagy útlevélle be lehet jelentkezni, teljes bizonyító magánokiratot lehet létrehozni, és teljes bizonyító erővel lehet kommunikálni a kormányzati szervek felé, így a nap felé is. Ez nagyon-nagyon fejlett rendszer, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly eredmény. De utána, amikor az ember átverekedte magát a központi azonosítási ügynökön, tehát ezen a rendszer, ami, ami Biztosá teszi azt, hogy vele kommunikál az állam, utána olyan felületekkel találkozik az egyszerű halandó, amelyik e, e, hát, elborzasztja. Mindegyiket meg kell külön tanulni, hogy az ember tudja, hogy a jobb felső, a bal felső sorok, a kis vonal, a nagy nem mindig egyszerű. Szóval, szóval én szerintem annyi dolgunk lenne, hogy meg kellene nézni azt, hogy hogyan működnek a népszerű online szolgáltatások, és a felületeket ehhez igazítani. Tehát az, hogy van olyan űrlapunk, sőt, az online nyomtatónk kitöltőben gyakori az, hogy egy űrlapmal kitöltjük a, a mezőket, ahol önmagamat azonosítom. Hát mit azon, tehát a saját nevemet írom meg a saját tajszámomat, stb. amikor már azonosítottam magam az azonosítási ügyöket, hát ezt meg ki kéne tölteni. Ez egy intelligencia teszt, vagy mi, hogy most a saját adatait elkérjük? Egyébként volt ilyen iskola. Tehát adatvédelmi szempontból, ameddig nem voltak ezek a kaúj szolgáltatások, eddig volt ilyen iskola, hogy ezt kell tenni, már jogi iskola. Én ennek nem vagyok a híve. És szerintem ezt meg is haladta már a 21. századi közigazgatás. Úgy, hogy Én... ön ugye azt mondta a beiktatása után, hogy a jövőben nem lehet bonyolultabb a hatósági ügyintézés, mint a közösségi média használata. Így van. Ez pontosan így van. Tehát, hogy működne utána, akkor? Példá Például, egy űrlap alján legyen olyan gomb, hogy beküldés. Tehát az, hogy egy űrlap aján odaélek, és e, ugye három gomnak kéne ott lenni, mondjuk, hogy mentés, ellenőrzés, beküldés. De egyik sincs. Mert kiderül, hogy a tetejére kell visszamenni, ott le kell nyitni mondjuk egy összes mező nevű e, feliratot, ami még csak gomnak se néz ki. E, abból ki kéne találnom azt, hogy melyik következő e, űrlapot kéne megnyitnom, ahol még hiányzó adatokat töltök ki vagy olyan adatokat kérünk be, ami, amit nem is tudunk ellenőrizni, és nem is releváns az ügy szempontjából. Tehát mondjuk a pénzintézet nevét elkérjük. De én kipróbáltam, hogy beírom a számlaszámomat, mondjuk azért, hogy visszatérítést kérjek egy túlfizetésre. Van egyébként az egyik adószámlámon minimális túlfizetés, azért nem kérem vissza, hogy azon teszteljen mindig a rendszereket. Élesben. Tehát ugye én se tudom máson tesztelni, mert az adatvédelmi szabályok szerint csak a saját... A feleségét csak nem nézheti meg, mert ugye az... Nem, nem, csak... nem, nem félek hozzá, ez így van. E, és e, ott e, beírom a saját számlaszámomat, majd beírok egy nem létező banknevet. Hát simán rendszerre, megkérdeztem a kollégáimat, hogy akkor, akkor miért kérdezzük meg a pénzintézet nevét? Erre senki nem tudott válaszolni. Mennyire van egyszerű, vagy mennyire van nehéz dolga? Mert ugye, amit mond, hogy a nyomtatványt hogy töltse ki az azonosítás után a rendszer, az mondjuk megoldható, de hát tényleg, hogyha valaki a központi azonosításon túl van, rengeteg fajta és féle nyomtatvány kitöltővel, programmal, oldallal találkozhat. Hogy lehet ezt leegyszerűsíteni? Mennyire könnyű? hány hónapot, hány évet ad, hogy a nav ez működjön. Ja. Hát, szerintem az emberek a, az internet korában kereső orientáltak. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy ma, ha a Google-ön bármilyen hatósági ügyintézését, tehát bármilyen hatósági ügyre rákeresek, akkor pontosabb találatot kapok, mint hogyha a konkrét állami közgatási szervnek a honlapjára megyek fel, és ott próbálom megtalálni a szolgáltatást. Tehát először is legyenek olyan kereső benne a saját szolgáltatási rendszerünkbe, ami oda viszi az ügyfelet. Az a tapasztalatom, és még az előtt is az volt, hogy erre a helyre került, tehát hogy visszamentem volna a nav hogy a nav a leírásai azok rövidek lettek és érthetőek. Tehát biztosan számos olyat tudnának nekem mutatni, amire ez nem igaz, de amikkel találkoztam magánemberként, lapokat, azok ok, tényleg jók voltak és értetőek. Két bekezdés maximum. És egyértelműen ott volt, hogy mi volt. És mi volt az alján? Semmi. Hát nyilván azért mentem oda, hogy az ügyemet elintézzem. Kaptam egy nagyon jó kis tájékoztatást arról, hogy, hogy ez milyen típusú kötelezettség, hogyan kell elegetem, stb. És nem volt ott egy gomb, hogy akkor elintézem. Ha valamilyen referencia volt arra, hogy hol lehet elintézni, az általában az általános nyomtatvány kitöltőre vezetett, amit egy földi halandó nem tud föltelepíteni. Tehát e, pedig volt rá online nyomtatvány is. Na most ezeket helyre tesszük. Tehát ezeket a rendszereket helyre tesszük. Én azt kértem a bevallási szakterület vezetőitől, hogy utcáról hívjanak be embereket, kínálják meg őket kávéről, kávéval, és nézzük meg azt, hogy boldogulnak -e ezeken az űrlapokkal. Mennyi idő múlva érzi azt, hogy sikerült elérni a célját, hogyha már működik ez? Mennyi idő egyáltalán egy ilyen rendszer felépítése? Mert a közösségi média működése valóban rettenetesen egyszerű, és ami nagyon fontos, hogy mobiltelefonról is működik. Egy nyomtatványt nem uh -huh. tudom, hogy mobiltelefonon ki tudnék-e tölteni. Nem próbáltam, mert néha a számítógépen is iszonyatosan ne, nehéz. Hagyj vegyem a, a volt ebből a szempontból. E, az a legtöbb magánembert érintő ügy, ugye az az SZIA-val kapcsolatos. És azt állítom, hogy a, a személyi jövedelemadónak a bevallása ma Magyarországon az elmúlt években már egyszerűbb volt még a közösségi média használatánál is. Tehát azon túl, hogy az ember megnézte, ha akarta és jóvá hagyta, ugye az látszott, hogy van-e túlfizetése, vagy, vagy nincs, vagy, vagy tartozása, Nyilván az ember azt látta, hogy nincs, akkor minden jól érkezett be, az emberek többsége ez alapján jóvágyta, Azon túl csak a támogatott civil szervezetet és egyházat kellett megadni. Ezek meg eléggé logikus űrlapok voltak. Tehát szerintem tömegét tekintve most sincs baj, ha ezt statisztikáznánk. Viszont ha az ember valóban egy problémába ütközik, tehát mondjuk elveszte munkájét, és be kell jelentkeznie mondjuk természetben egy társadalombiztosítási egészségbiztosítási ellátásra, akkor az például egy megugorhatatlan feladat volt ezeket a lapokat kitölteni. Egyébként ez is megszűnt. Most nyár óta mi előírjuk magunktól. Tehát amikor valakinek a 45 napja letelik, akkor mi előírjuk ezt a 8000 forintos havi kötelezettséget. Akkor nem tudunk róla, ha valaki külföldről jön vissza, és ott szűnt meg a munkája, és hazatelepül de általában, ha tudunk róla, akkor kiszolgáljuk őt. Tehát azért vannak ilyen tendenciák, de és ezekéként a tömeget ezek teszik ki. Tehát a nagy tömegű ügyekben azért ez nem katasztrófa. És a, a bonyolultabb adónemeket, főleg a gazdálkodókkal, kapcsolatos köztelnemeket, azt főleg azért szakemberek kezelik. Őnekik nem jelent gondot az általános nyomtatvány kitöltőnek a használata, Sőt, ezek a programjaink, ezek össze vannak kötve a legnagyobb ö, számviteli ö, üzleti rendszerekkel. Tehát ö, ö, nem is örülnének neki, ha más típusú rendszereket kezdenénk használni, hiszen ebbe otthonosan mozognak. De ők szakemberek. És akkor kétfajta rendszer lesz. Egy az utcáról behívott kávéval megkínált és, mm. és gyakorlatilag teszt, tesztelőként működő emberek számára, mármint a többség számára, és lesz egy másik rendszer, ami mondjuk így hivatalosabb lesz? Én azt gondolom, hogy a, a nagy adózók felé a gép-gép kapcsolat, tehát nem az, az űrlap alapú, meg nem a, a böngésző alapú eh, kapcsolat. Ugye az, az egy vicc, hogy egy nagy vállalatot arra kényszerítsünk, hogy böngészön eh, keresztül eh, töltsön le mondjuk analitikákat és és ott értelmezze a két szép szemével. Tehát ez, ez egy nonsens, ezt nyilván gép-gép kapcsolatba kell majd kialakítani, de minimum letölthetőnek kell lenni az ilyen adatoknak. De a, e, ilyen értelemben igen, két, rend, két különböző kommunikációs rendszerre van szükség. És ott nem az ányket tekintem a, a végleges megoldásnak, hanem az intelligens gépgép -gép kapcsolatot. Az, az, adózók, tehát a magánszemélyek esetében és a kisadózók esetében pedig a, igen, ott a böngészőre épülő kapcsolatot azzal egyébként, hogy legyenek letölthetőek az adataik. Tehát amit mi képernyőn meg tudunk jeleníteni, az legyen valamilyen értelmes és feldolgozható formába letölthető számára. Júliusban indult volna ugye az E-ÁFA, Egy július közepén kihirdetett kormányrendelet azonban negyedével kitolta a határidőt. Mi pontosan az EFA, az ÁFA bevallási tervezet, konkrétan mi van, vagy mi lesz benne? Igen, augusztus 12-én kellett volna indulnia a júliusi adatokra, és ugye itt olyan adatokat adunk ki, tehát mik az adatforrásai, sőt, kezdem azzal, hogy kérdezte is, mert valóban így logikus, mi az EFA. Az ef t az ESCE, tehát az elektronikus ESCE bevallás motiválta, hogy készítsük elő a bevallást az adózónak min alapul a, a bevallás? Hát a, a, az elemi adatokon, azokon az analitikákon, amik a nav egyébként most eljutnak. Ilyen az online pénztárgéprendszer, rendszer, importálfa adatok, az online számlázórendszer, legnagyobb tömeget nyilván az online számlázórendszer teszi ki, de hozzáteszem, hogy az a online pénztárgép is két típusú adat jön be, ugye a nyugta és az egyszerűsített számla. Tehát ezek a főbb adatforrások. Ezeket az adatforrásokból ö, kiszámoljuk azt, hogy milyen típusú áfa nemekre látunk mi közteherfizetési vagy levonásba tételi lehetőséget az adózó részéről, és ezt kiajánljuk neki. Kiderült az, hogy, hogy amit ki tudunk ajánlani, az nem feltétlenül az, amire leginkább szüksége lenne a gazdálkodóknak. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy mire van szükségük, mert ki kell szolgálnunk a négy számlabétét is, meg a, a legnagyobb vállalatokat, iparvállalatokat is. É, és nagyon másra van szükségük. Kiderült az, hogy a, a kis cégek esetében, é, ahogy eredetileg gondoltuk, hogy automatikusan megcsináljuk a, az álfa ese ez se olyan egyszerű, mert egy csomó számíteli döntést még föl kell vinniük a NAV rendszerébe. Ezt legalább meg tudják csinálni brózerből azok, akik tényleg néhány tucat számlával dolgoznak havonta, tehát például be tudják egyenként állítani azt, hogy a feltételezett magáhasználat után ne százszerzalék levonást rakjanak be a, a mobiltelefon ö, költségeikre, de ez egy kézi munka. Most legtöbben ezt a saját számíteli rendszerükbe teszik meg. Tehát ezért vásárolnak különböző... Ö, drágább, olcsóbb rendszereket, ezeknek a rendszereknek a bevezetési költség akár milliárdokat is kitehetnek a nagyvállalatoknál, és ők ezt a rendszert akarják használni. Ők nem akarnak a navnak nak a brózerébe, a, a NAV-nak a böngésző programjába ilyen számviteli döntéseket meghozni. És e, gyakorlatilag felesleges szolgáltatásokat e, indítottunk volna el. Most e, az a tervünk, hogy minél gyorsabban, még az ősz folyamán a teljes álfa-analitikát az adózóknak, ezt letölthetővé is tesszük nekik, ha akarják, be tudják importálni a saját számviteli rendszerükbe, erre nagyon várnak, tehát a visszajelzés az, hogy, hogy ez nagyon fontos, és utána a kisebb cégeknek végig kell gondolni azt, hogy milyen valódi hozzáadott értékű szolgáltatást tudunk adni, a nagyobbaknak meg ki kell alakítanunk az intelligens -gép, gép kapcsolatot. És egy másik aktuális ügy, ügyfélkapu, már megérkeztek az adószámla kivonatok. A posta pedig október végéig kiviszi ezt azoknak, akiknek nincs ügyfélkapujuk. Kik és milyen értesítőt kapnak? A különböző köztehernemeknek a számla vezetése az úgy történik, hogy a bevallásokba tipikusan terhelés kerül a számlára, a banki átutaláson meg tipikusan jóváírás. Na most ez a kettő az eltérhet egymástól a legkülönbözőbb okokból. Részben azért, mert egyszerűen nem fizetik meg, tehát bevallják az adót, de nem fizetik meg, de lehet olyan is, hogy az utalásba például rosszul tüntetik fel az adószámot, nem tudjuk beazonosítani az adózót, bár igyekszünk ezt intelligens módon megtenni, tehát a pénzforgalmi szakterületünk az a Legkülönbözőbb ö, eszközöket beveti arra, hogy, ad, hogy valahogy azonosítsuk azt, hogy milyen adózó igyekezett megfizetni a, a közterhet. Vagy egyszer rossz számlára fizeti be, tehát másik nemnek a számlájára fizeti be. Erről értesítjük az adózót. E, ilyenkor ő ö, neki nyilván az a ö, észszerű magatartása, hogyha ö, ö, hiánya van, azt megfizeti. Ha, ö, az egyik közternemen ott hiánya van, a másikon több akkor átvezetést tesz, ezt, ezt egyébként az online nyomtatvány kitöltő alkalmazáson is megteti. Tehát még csak nem is kell az ányiket installálni hozzá. Tehát, tehát, ezt simán saját maguk is át tudják vezetni. És ha pedig bonyolultabb ügyről van szó, akkor praktikusabb, hogyha vagy örevízióba, vagy pedig a, az ügyfélszolgálatunktól segítséget kérve rendezi ezt az ügyet. De ez gyakorlatilag egy tisztázó, egy adat, ez egy adat tisztázó akció. Milyen további területeken tervezik az online azonnali kapcsolat, az adatszolgáltatás bevezetését, bővítését? Mondta, hogy mennyi rengeteg milliárdnyi adatot kapnak. Milyen tervek vannak, akár az online számlázás további bővítésére, vagy az elektronikus adatszolgáltatás még kiebb terjesztésére? Hát Magyarországon azért meglehetősen előre szaladtunk ezzel az a, e, online és valós idejű, e, sőt itt a legfontosabb az, hogy elemi tranzakciós szintű, e, tehát értékesítésenként, gazdasági eseményenkénti adatgyűjtéssel. E, az európai e, gazdaságnak az egyik e, komoly problémája ugye ezek a körhintacsalások, az áfa alapú körhintacsalásoknak a a kérdése. Nagyon örülnénk nekik, neki, hogyha más ö, uniós tagállamok is elindulnának az ilyen típusú adatgyűjtőrendszerek megvalósításában. Ö, nagyon jó lenne, hogyha ö, ezek ö, európai szinten ö, működni tudnának. Eu, nagyon értékes ö, együttműködést tudnánk kialakítani a ö, más tagállamoknak a társhatóságaival, úgyhogy egyébként Ma már ott tartanak az informatikai kriptográfiai módszerek, hogy a saját adózói adatait mindenki védeni tudja. Tehát eh, itt szó sincs arról, hogy a NAV eh, eh, a magyar gazdasági társaságoknak az üzleti titkait más országoknak kiad, de nem adjuk ki. Tehát akkor adjuk ki, amikor ezt a egyezmények eh, eh, számunkra kötelezővé teszik. Viszont eh, ennek ellenére nagyon sok eh, közös kockázat eh, elemzést tudnánk végezni ahol a, az adózó az nem azonosítható, vagy, vagy az elemzés pillanatában még nem azonosítható, csak akkor, amikor e, e, ezt megalapozza valamilyen e, kockázat e, kezelési módszer, és e, szerintem ez inkább a jövő iránya. E, nálunk is nyilván e, fölmerülhet az, hogy a készletgazdálkodásról mondjuk a NAV valós időbe kapjon adatot, ez szintén e, egy csomó Családgazdálkodási mód felderítését tenni lehetővé. Viszont én mindig nagyon óvatos vagyok azzal, hogy mennyi adatot gyűjtünk, ugyanis ha valaki egy bankot választ, egy közösségi média felületet, stb. és ott adatot ad meg, az az ő saját döntése. Nekünk a törvényerejénél fogva kell adatot adnia. Szankcionáljuk, ha ezt nem teszi meg, ezért nagyon-nagyon kell vigyázni az adataira. Tehát az, hogy valakit gazdasági hátrány a versenytársához előny érje abból adódóan, hogy ő eleget tett a magyar állam által előírt kötelezettségének, ilyen egész egyszer nem fordulhat elő. Ezért, hogyha ki fogjuk terjeszteni esetleg a jelenlegi rendszereinket, azt a garanciák további felülvizsgálatával fogjuk megtenni. Köszönöm, hogy itt volt az aréna mai vendége, helyi Ferenc, a Nemzeti Adó és Vámhivatalt vezető államtitkár volt, a műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Sipos Ildikó, Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A vezetőt Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!